Azok számára, akik még nem találkoztak az önök által szervezett konferenciával, néhány szóban mutassa be, hogy mi is hívta annó életre, mi is a konferenciának a profilja, és utána pedig folytatjuk tovább a beszélgetést. Az első konferenciánkat 1989-ben szerveztük. A térinformatikáról szól ez a konferencia. Idén már 450 regisztrált vendéget várunk. Mi lesz az idei alkalomnak a profilja? Gondolom minden évben egy picit más az előzőekhez képest. Idén mi az az újdonság, amire számíthatnak a jelenlévők? Idén rengeteg újdonságot fogunk bemutatni. Azt tudni kell, hogy a piacon a meglévő térinformatikai felhasználók egyharmada új felhasználó. Ők határozzák meg ezt a piacot. Ők igénylik a könnyű megoldásokat, az egyszerű, gyors megoldásokat. Ők nem térinformatikai szakemberek, csak felhasználók. Most számukra fogunk bemutatni olyan új termékeket, mint például az RGS Online, amely egy felhő alapú szolgáltatás, amely sokkal elérhetőbb számukra, könnyebben, olcsóbban, egyszerűbben, és mégis professzionális térinformatikai megoldásokat nyújt. Csak egy példa, most már integrálódtunk a Microsoft Office-szal, úgyhogy most már csak egy Excel bőven elég ahhoz, hogy egy professzionális térképet összeállítsunk. Fordítsuk le egy picit a teljesen laikusok számára, hogy milyen területeken használható a térinformatika, hogyan jöhetünk mi kapcsolatba ezzel a területtel. Államigazgatás például, volt egy kampány, amelyet most bemutatnak a konferencián. A Közigazgatási Minisztérium egy baleset megelőzési kampányt indított, ahol a lakosok bejelenthették a különböző közlekedési helyzeteket, tetszik, nem tetszik, túl hosszú a lámpa, stb. Egy mobil alkalmazáson lehetett ezt bejelenteni, lefényképezve a helyszínt, és ezt egy térképes felületen tudjuk figyelni, illetve vizsgálni. Ez azért jó az államigazgatás számára, mert ezek alapján döntéseket hozhat. Tehát lakossági érzet alapján tényleg valós szakmapolitikai döntéseket is hozhatnak. Nagyon rutinosak már a konferencia szervezésben, az idei alkalommal nemzetközi vendégeket is várnak. Néhány nevet, akikre büszkék, akiket sikerült a mai alkalomra ide hívni. Ha megemlítene, akkor azt megköszönnénk. Második alkalommal rendezzük meg a konferenciát úgy, mint nemzetközi konferencia, eddig csak magyarországi volt. Most körülbelül egy olyan 100 külföldi résztvevő lesz, 60 előadóból 20 külföldi előadó. Például az amerikai Redlands-ből, a cégünk központjából jönnek többen, például Michael Gold, aki a világon felel az oktatási intézményekért, vagy Mr. Art van Wingerden, aki az európai igazgatója az ESRI-nek. Milyen lesz ennek a két napnak a forgatókönyve, hogyan zajlanak majd itt az előadások? Egy félnapos plenáris szekcióban bemutatjuk az újdonságokat, utána pedig 4 szekcióban, 2 napon keresztül ügyfeleink bemutatnak rendszereket, melyeket ők alakítottak ki az utóbbi egy évben, illetve 2 párhuzamos szekcióban bemutatjuk részletesen, technikai szinten is az új termékeinket. Jövőre nézve egy záró kérdés, hogyan látja a térinformatika jövőjét? A térinformatika területén robbanás várható. Képzeljük el csak, hogy most már szinte bárhol egy mobil eszközön is tudunk használni most már térinformatikai alkalmazásokat. Eljutottunk arra a szintre, hogy én most már hazamerem vinni a szoftvert. Tehát már otthon is tudjuk használni. Tehát rendkívüli módon fogjuk ezeket alkalmazni minden területen.